Stadion. Alexander Harkam játékvezető mögött pedig akkor jön a videóton, és jön a Paris Saint-Germain. 30 évvel ezelőtt az UEFA kupában kettős győzelemmel a videóton kiverte a Paris Saint-Germaint, akkor az a második forduló volt. Én azt hiszem, hogy ha már összejött ez a párosítás megint, igaz, csak edzőmérkőzésen, mindenképpen érdemes lesz egy picit felidézni, mi történt annak idején Párizsban, illetve ha furcsára sikerült végül megismételt mérkőzésen eldőlt hazai továbbjutás során, hogyan alakultak a gólszerzők, kik játszottak azokban a csapatokban, de hát mindenek előtt természetesen a mai, aki a főszerep. És ha nincs is itt Zlatan Ibrahimovic, hogyha nincs is itt a világbajnokságon, a bronzmeccsen, illetve a döntőben érdekelt néhány futballista, de ha csak annyit mondok, hogy Marquinhos-szal, Lukával és Pastoréval áll fel a Paris Saint-Germain, Laurent Blanc-nal a kispadon, akkor kiderül, hogy csak úgy röpködnek az euró milliók, sőt, mit milliók, euró 10 milliókról van szó, itt 20-30 milliós futballistákkal pacsisztak el pillanatban a fehérváriak, és akkor lássuk is az összeállítást. Egy nagyon rutinos kapus a francia bajnok. Jól ismert, jó neve van, Nicolas Dussy a kapuban, Marquinhos, Lukaszt ugye kiemeltem már csak úgy, mint Pastore, de azért Clément Chanton vagy Kamara is kimondottan jó futballistának számít, majd beszélek persze azokról is, akik esetleg beállhatnak ezt a csapatot ugye, már mint a fiatalokból álló cseréket, akiket itt figyelhetünk most a képernyőn, már közelebbről is szemügyre vehettük az első Arder elleni felkészülési mérkőzésén Laurent Blanc-éknak. Közös kép készül, mi pedig készülünk arra, hogy átrágjuk magunkat a fehérvári kezdőcsapaton, ahol igazából a védelemben semmi meglepő nincsen, tehát a hátsó négy plusz egy ember a kapussal együtt az pontosan úgy néz ki, ahogy azt a leginkább megszokhattuk az előző bajnokságban. Itt van közben Alexander Harkam játékvezető, Hasanović és Steindl, a két asszisztens helyi osztrák játékvezetők vezetik a meccset. Szóval Kalataüt, Brácsi, Vinícius, Juhász és Topira a védelemben, Sándor és Trebotic előttük, Gyurcsó és Oliveira a két széle, és Kovács játszik Nikolic mögött. Hát nagyjából ez lesz majd, vagy ez ígérkezik az alapfelállásnak Joan Carillo együttesénél. Itt pedig a cserejátékosok, ugye vannak újoncok, mint Horváth Fejes, aki visszatért a kölcsönszerződéséből, Sofian Sakla, aki először öltheti magára majd a videóton szerelését. Lehet itt majd érdekesség, tehát elsősorban arra Trebotićra hívnám fel a figyelmet, aki tehát horvát középpályás, és akivel kapcsolatban elmondta a Burcsa győző, hogy kimondottan egy ilyen futballistát akartak magasságra, testsúlyra, képzettségre, pontosan ő kellett a videótonnak. Hát nagyon kíváncsian várjuk, azt hiszem valamennyien, hogy Trebotić például milyen teljesítményre képes. Ami Sándor Györgyöt illeti, egyrészt ő megint a csapatkapitány, másrészt ami ennél fontosabb, azt mondta a mérkőzés előtt, hogy nyilván ezen a találkozón főleg majd a védekezést fogja gyakorolni a videóton együttese. Nyilván nem feladva a támadás lehetőségét, de összességében azért az nagy dolog, hogy nagy nevű ellenféllel szemben találkozhatnak, és mindezt Kovács István is megerősítette egy korábbi interjújában, amikor azt mondta, hogy egy-egy ilyen mérkőzés ezerszer többet ér, mint egy-két-három hetet együtt tölteni egy edzőtáborban és egymás ellen játszani. Most ez rosszul tette előre a labdát, Topira pedig kiengedi, dobhat a videóton, amely tehát hozzászokhatott ahhoz, hogy a felkészülési időszakban azért nagynevű csapatokkal játszik. A Dinamo Moszkva, a CSKA Moszkva vagy a Dinamo Kijev is volt már az elmúlt években a videóton ellenfele. Álvaro Brácsi néz be középre, egy picit lapos lett azonban a beadása. Nem jutott el a középen helyezkedő Nikolicsik, majd Kovács próbál zavarni. Aztán a labdát már Adrien Rabiot jó voltából a Paris Saint-Germain hozhatja ki. Ami a két csapat előző idényét illeti, az utolsó fordulóban a Diózsőrrel játszott egy-egyet a videóton, és így a negyedik helyen végzett mindössze a bajnokságban. A Paris Saint-Germain pedig sorozatban második bajnoki címét szerezte, és a párizsiak ugye a Chelsea-től a Bajnokok Ligájában csupán a negyed döntőben búcsúztak, tehát a legjobb nyolc között. Úgyhogy egyre inkább látszik, hogy ahol van pénz, ott akár nagyon gyorsan is lehet jó és európai szinten jegyzett futballt csinálni, már pedig a katari befektető Franciaország leggazdagabb klubjává varázsolta a Paris Saint-Germaint, és hát Európa egyik legtehetősebb egyesületévé egyszeres, mint. A kényszerítő ugyan hosszú volt, de hozzáért egy francia láb,
Úgyhogy a harmadik percben jöhet a mérkőzés első szöglete, ragyogó napsütésben, mint látható. Trebotic és Vinicius mennek elő, Trebotic magassága, mint látható, megvan. Alapvetően támadó középpályás egyébként Trebotic. Gyurcsó kanyarintja be a labdát, sikerült kifejelni középről Marquinhosnak. Gyurcsó ismételhet, felperdül, de így lehet, jó, ott a fejes, óriási nagyot kellett védeni a Duchesnek. Nemanja Nikolic gólt szerezhetett volna a harmadik percben. Gyurcsó labdája felpattan, Marquinhost sikerül megelőzni, és bár a fejes igazából nem volt jó, de Nikolic megtoldotta még. Óriásit védett a franciák kapusa. Az újabb szöglet megint Gyurcsóé. Viniciusnak jött volna kapásra, Kovács igazítja meg, és három szögletet rúg egy percen belül a videóton. Remek magyar kezdés. Duchesnek kell figyelnie. Egymás után negyedik Gyurcsó beadás, és ott a gól! Juhász Roland vezet a videóton, amely benyomta az első három percben a saját kapujához a Paris Saint-Germain. A franciáknál nem is volt a labda lényegében a középkezdés óta, és Juhász Roland fejesével vezet a videóton. Gyurcsó remek labdákat tett középre, Juhász teljesen ott hagyták. Elég csúfú védekezett a Paris Saint-Germain, tegyük hozzá. Juhász jön, fel sem kell ugrani, a talpról fejeli a vidi vezető gólját. Nem jött vele az embere. Marquinhosék állnak ott középen, és nem értik, hogy egészen pontosan hogy telt el ez a négy perc a magyar csapat ellen. Az embernek pedig automatikusan eszébe jut, hát persze a párosítás kapcsán eleve az a bizonyos 30 évvel ezelőtti UEFA kupa mérkőzés. Na de hogy még más hasonlóságot is föl tudjuk fedezni, már itt csak azért írtak előre a Paris Saint-Germaint, mert valamelyik csapatot nyilván ABC sorrend alapján előre kellett írni, nem arról van szó, hogy ők a pályaválasztók. Na de Párizsban, amikor 1984. október 24-én egy szerdai napon pályára lépett a Videóton, akkor az első gólt már Szabó a második percben megszerezte, tehát ehhez nagyon hasonlóan alakult az az összecsapás. Közben jön a Paris Saint-Germain. Kifejelt labdát sikerül még begyűjteni a Jalénak. Jalé ismételhet, inkább vissza Lukasz. Lukasz indul be, meg is kapja a labdát. Sikerült kijjebb szorítani legalábbis egy kicsit. Ügyesen adogatnak, és nincsen les. Lukasz állt a hosszúra, Juhász most a saját kapujánál. Rabiot tette oldalra. Javier Pastore, ugyancsak több mint 20 millió eurót ér az argentin, aki kimaradt a világbajnoki keretből. Újabb beadás, ott a fejes, és Calatayud simítja a léc fölé. A videóton három szöglettel és egy góllal fújt ébresztőt a párizsiaknak, akik fölkeltek, nem nyomtak szundit, azonnal kapcsolnak, hogy több kell, és most ők tartózkodtak ott huzamosabb ideig a 16-os környékén. Jean-Christophe Rahebeket látjuk. Szöglet után, ott az egyenlítő gól azonnal a hetedik percben. Zoumana Camara, a csapatkapitány érkezett. Két fejes tehát, amely megpihen a kapukban. És lényegében ugyanazt a 3,5 percet produkálta a Paris Saint-Germain most, mint amit a Vidi a középkezdés után. Most ők küldték be sorozatban a labdákat, és ők is szereztek ebből nagyon gyorsan egyenlítő gólt.
Zuman a Kamara tehát a gólszerző, aki korábban volt az Inter játékosa is. Egy darabig Olaszországban játszott két éven keresztül. 2007-ben került Saint-Étienne-től a Paris Saint-Germainhez. Régóta mondhatja tehát magát párizsinak. 8. perc, remek csel. Gyurcsó nagyon elemében van. Elküldte a védőjét, méghozzá Youssouf Sabalit. De közben már Pastore jóvoltából fordul a Paris Saint-Germain. Nincsen szabálytalanság Pastoréval szemben. Most a videóton csapatkapitánya Sándor fog egy szólóba, és aztán kipattan a labda egy újabb szögletre. Szóval csak, hogy befejezzem még az imént itt, ami a gyors fehérvári vezetőgólról jutott eszembe. Azon a bizonyos 84 októberi mérkőzésen a Paris Saint-Germain ellen már a második percben Szabó góljával vezetett a videóton. Azt ugye 4-2-re nyerték meg, Szabó duplázott, Csongrádi duplázott. Egyébként a második percben attól a Susistól szerzett labdát Szabó, aki a világbajnoksága most Muhamed Besicséket, tehát a bosnyák válogatottat irányította. A fehérvári játékos, aki jött a labdáért, letarolta ellenfelét. Szabadrugás kifelé. Javier Pastore tehát a világbajnokságról lemaradt. Őt 2011-ben a Palermótól vásárolta meg a Paris Saint-Germain. 13-szor volt már argentin válogatott. 20 millió euró az értéke. De hát, ha már egyszer gazdag klub a Paris Saint-Germain, akkor hosszasan lehetne sorolni a neveket. Például a honfitársát, Ezequiel Lavezzit, aki ott lesz majd vasárnap a VB döntőben. Thiago Silva és David Luiz a bronzért játszik. De gyakorlatilag most már a fél, de hát egyes hírek szerint rövidesen a háromnegyed brazil kezdő védősor majd a Paris Saint-Germainben futballozik. Lucas, aki most is pályán van, több mint 30 millió eurót ér, 20 fölött van, már mint 20 millió euró fölött. Marquinhos értéke. És akkor még nem beszéltünk a 60 millió euróra becsült Edison Cavani-ról. A Uruguaynak véget ért a VB, de ő még nincs itt a csapattal. Zlatan Ibrahimovic ugyan itt lehetne, de a Paris Saint-Germain egyik fő szponzoránál, az egyik legnagyobb sportszergyártónál van marketing fellépése, úgyhogy kihagyja a Vidi elleni meccset. Hogy sajnos vagy szerencsére, nyilván annak is volna egy komoly értéke, hogyha játszana. Gyurcsónál a labda, aki egy hetest elhagyott a nyáron. 77-es helyett csak sima hetesben játszik. Pastore a labdával. Tovább spicceltek Christophe Jallénak. Jallé abszolút alapembernek számít itt a védelem jobb oldalán. Szép kényszerítő a franciáktól. Jó keresztezéssel. Stopira még egy cselt is bevetett. Kovács indulhat meg. Filipe Oliveira rosszul tette vissza. Kamara lábára a labdát. Rabiot, Jallé, Pastore. Kicsit nagyképű volt ez a csel Sándorral szemben. Bracsi. Kovács. Meglövi a labdát úgy, hogy Christophe Jallét legalábbis futásra kényszerítette. Filipe Oliveira elől azonban Jallé meg tudta oldani. Rabiot megint. És aztán Clément Chantome. Chantome kapja vissza. Juhász rontott rá a védelemből. Jallé tovább Pastorénak. Pastore egy finom kötény Sándornak, aztán Lucas viszi tovább az akcióját, és oszlabdát ad. Megtorpantott Ervin Ongenda, akinek talán első szándékból szerette volna adni a labdát Lucas. Lucas Moura, ahogyan azt még emlegetni szokták vele kapcsolatban, hogy a sok más Lucastól könnyebb legyen megkülönböztetni. Tavaly a São Paulótól szerződött a francia fővárosba. Úgyhogy a Manchester United és az Inter is borzasztóan szerették volna őt leigazolni.
Zsali. Laurent Blanc-ék beszéltek a Hartberg elleni 3-0-ra megnyert felkészülési mérkőzésről, amelyet láthattak itt nálunk élőben a Sport TV-ben. Ott azért jobbára a fiatalok játszottak, többen legalábbis, mint ezen a meccsen. Laurent Blanc azt mondta, hogy hát tulajdonképpen fogjuk fel úgy, hogy volt egy plusz edzésünk. Elsősorban nem is arra gondolt, hogy lebecsülni az osztrák másodosztályi csapatot, hanem arra, hogy volt lehetőségük még egyet mozogni. Szép labda Nikolic kapásból, de gyönyörű volt, rúgott Nemanja Nikolic. Egyelőre nagyon jó meccs. És a második fehérvári gól már Nikolá Dusez kapujában. Joan Carillo, az új vezetőedző. Hát róla nem is volt még szó, de először nézzük azt, amiről e pillanatban igazán érdemes beszélni. Szép az emelés, de ahogyan ez felugrás közben belsővel, még egy pici ollózó mozdulattal is megfűszerezte Nikolic. Csodás befejezés. A gólpaszt az új szerzemény, Ninko Trebotic adja. Védhetetlen lövéssel Nikolic, aki egyrészt kapja rögtön az elismeréseket a fehérvári táborból, és hát beindul Nikolic, pontosabban sose hagyta abba, hiszen a gólkirályként 18 góllal zárta az előző szezont. Ez volt a második gólkirályi címe már Nikolicnak. Zsali menti meg közben a labdát. Rebotic lépett közben. Kovácsnak hosszú a labda. Rabiot viszi hátra. Szóval 2010 után lett ismét 18 góllal Nikolic gólkirály. És tovább termeli a gólokat. Az edzőtáborban, amely 12 napig Lőbenben tartotta a csapatot. Ugye két edzőmérkőzése volt a Videotonnak. Az SZO Allerheilingen ellen 7-1 arányban győztek. Nikolic ott már kettőt elhelyezett. És aztán a cseh élvonalbeli Jablonec ellen játszottak 1-1-et. Ahol pedig Trebotic ollózós gólt rúgott a negyedik percben. Ez azért relatíve jó bemutatkozásnak számít, mikor valaki az első mérkőzésén az új csapatában ollóz egy gólt. Összességében az edzőmeccsek, és főleg a komolyabb, a cseh első osztályi csapat elleni meccset követően Joan Carillo azt emelte ki, hogy most még a munka közepén mindenki nagyon fáradt, egy pár hét múlva majd könnyebbek lesznek a lábak, és kialakul a csapat stílusa, ami nagyon fontos ahhoz, hogy a szurkolókat visszaszerezzék. Nem volt szinte olyan játékos itt a felkészülési időszakban, aki ne említette volna meg a következő szezon egyik fő céljaként azt, hogy a szurkolókat újra vissza kell állítani a csapat mellé. Nem volt egy jó lélektani helyzetben a Videóton a tavasszal, és sok dicséretet nem kapott a csapat. Sándor. Szép labda volt. Nikolic sprintel középen. Zsálét igyekszik lefutni, egyszerű labda nincs lesz, Nikolic elgurítja a kapu mellett. Azért 16 perc alatt lehetett volna hármat rugni a Paris Saint-Germainnek, a BL negyeddöntős, most frissen kétszeres francia bajnok csapatnak. Nikolic rontotta el az abszolút nagy helyzetet. Kovács micsoda labdát adott neki pedig. Laurent Blanc, le président, ugye ez a beceneve. Nem az ismert Camembertről nevezték el. Persze a dolog fordítva sem igaz, sokkal inkább van szó egyfajta habitusról, ami miatt az elnök becenévre hallgat a 98-as világbajnok, aki ugye irányította 2012-ig a francia válogatottat is, előtte a Bordeaux-val lett francia bajnok, legutóbb pedig a Paris Saint-Germain-nel. Nem nagyon veszik komolyan a franciák a meccset, legalábbis ez a megmozdulás nem volt egész komoly, de jön Nikolic, lövőhelyzet, Nikolic mellé. Nikolic önbizalmával nincs gond.
És az ember nyilván szeretné is a Paris Saint-Germain ellen minél több gólt rúgni, mert az egyrészt jól mutat az életrajzban, másrészt erre való a felkészülés, hogy a maga Nikolić is elmondta, mert hogyha esetleg olykor könnyebb gólokat is szer az az ember, de azzal építi az önbizalmát az olyan meccsekre, amikor már kulcsfontosságú akár egy találat megszerzése is. Sándor, ez most egy rosszul sikerült átadás volt. Álvaro Brácsi zár vissza, szerelni azonban nem tudta Báhebeket. Messziről egy lövés, gól! Kalatai alig, hanem későn látta meg a labdát, mert elég lassan ment el Santom labdájára. És 18 perc alatt 4-nél tart a két csapat. Nem unatkozunk. Itt nem lép király senki, aztán mikor Trebot is tesz egy lépést, már elkésett. És nyíl egyenesen a hosszúban landol Clément Chantom lövése. Ő egyébként saját nevelés, 2000-ben csatlakozott a Paris Saint-Germainhez. Innen látjuk majd, hogy remekül jött a labda, pont rosszkor pattant a kapus szempontjából, de a legnagyobb baj az volt, és ez a kamera mutatta meg, hogy úgy jött el a két védő között, hogy Kalatayud valóban mire meglátta, már rég késő volt elmenni a labdára. Szóval Clément Chantom 2000 óta a Paris Saint-Germain kötelékébe tartozik, 2006-ban jött fel a felnőtt csapathoz, ő tehát arra a korszakra is emlékszik, mikor még nem vetette fel úgy a pénz a Paris Saint-Germaint, amikor visszacsúszta középcsapattá. Joan Carillo közben a képen. Azért J-vel kell egyébként mondani a nevét, ha valakiben fölmerülne, hogy az új spanyol edzőt miért úgy mondjuk, mondom, mint hogyha a portugál lenne, mert katalán, és ezért Joannak ejti a nevét. Pastore húzta rosszul tovább a labdát, Kovács már azonnal indít. Trebotic teszi tovább, jöhet megint Nikolić versenyfutása, de ezúttal Rabiot jobb helyzetben. Ami Trebotićot illeti, most is ő próbált letámadni arról, hogy miért hozták ide Burcsa Győzékerről. Tettem már említést, 24 esztendős, spliti születésű, és a Hajdukban is lett profi futballista 18 évesen. Kétszeres horvát bajnoki ezüstérmes. A Lokomotívával, ahonnan igazolták, és Hajduk Splittal is szerzett második helyet. Ráadásul a nevelő egyesülete ellen játszott egyszer horvát kupa döntőt. És volt U21-es válogatott is néhány alkalommal Trebotić. Lukas, Pastore bök alá a labdának, Vinicius pedig haza kíséri. Itt van ismét Laurent Blanc, aki azt mondta, hogy a csapat számára különleges nyár ez, amikor világbajnokság van, a többi francia csapathoz képest nagyon sok problémával küzdködnek, hiszen ugye rengeteg játékost adnak a világbajnokságra. Neki ez jó, de a klubnak is tulajdonképpen, hiszen a Paris Saint-Germain képviselik a világbajnokságon. Alapvetően tehát nem panaszkodott amiatt, hogy vastagon tart már a felkészülés, és lényegében 4-5 kulcsjátékosa még csak nem is csatlakozott hozzájuk. A maga részéről mindenkinek sok sikert kívánt a VB-n. Lesz kinek szurkolni. A Zsali beadása közben nem rossz a hosszúra. Lukasz felé próbálták visszatenni. Sándor lábáról perdült fel a labda, majd Brácsi fejelt el, és most már Sándoré. Ügyes lefordulás. Kovács indul meg. Szép labda volt, Filipe Oliveira visszaveszi, és bár láthatóan jó helyre szánta a labdát, de már kinyoz beleállt a lövésébe. Már kinyoz sem volt esélytelen a francia keretbe való bekerülésre. 20 esztendős egyébként mindössze, volt is már brazil válogatott, és hát ha van csapatrész, amely kapott kritikát bőven, elsősorban az elődöntőt követően nyilván a védelem, úgyhogy nem kizárt, hogy Scolari
esetleges távozása után Marquinhos majd előrelép a brazil rangsorban. Lassan itt a fél idő fele, szép labda, Kovács belsővel, ez is elkerülte a kaput. Nem rossz eredmény, egy fél-fél idő alatt a 2-2, de tegyük hozzá, hogy a Paris Saint-Germain mindkét helyzetét berúgta, a Videótonnak pedig három nagyon komoly lehetősége volt a két gólján kívül, Sándor labdáját Kovács próbálta elhelyezni. Venga, 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 vamos! Itt látjuk Carillo-t, akiben nagyon bíznak a játékosok, és feltűnő volt, hogy kiemelték, hogy az, hogy most kimondottan jó hangulat van a Vidi keretében, mert hogy állítólag ez így van, ebben nagyon nagy szerepe van Carillo-nak. Nyilván nagyon sokat számít az is, hogy pályaedzőként három éve Fehérváron dolgozik, tehát addig van játékos, aki nála régebb óta lenne tagja ennek a mostani keretnek, közben szép megindulás, jönnie kell Calatayudnak. Is van a labda. De ami elsősorban mellette szólt, amellett, hogy ismeri a játékosokat, az az, hogy a felfogása nagyon tetszik a futballistáknak, és voltak hírek, amelyek arról szóltak, hogy már José Gomes másodedzőjeként is a maga részéről több magyar fiatalt játszhatott volna. Más kérdés, hogy nyilván nem övé volt a döntő szó. De most megmutathatja, hogy ezt mennyire gondolta komolyan. Nyilván jó dolog, hogy Kovács és Gyurcsó ott vannak a kezdőcsapatban, de nem szabad elfeledkezni a többiekről sem, hiszen ebből a kezdőből most kimaradt Szolnoki, kimaradt Haraszti, kimaradt Kleinheisler. Az biztos, és ez Kovács István is mondta, hogy óriási harc lesz majd a csapatba kerülésért. Nyilván a Videótonnál ez így is kell, hogy legyen, hiszen jó lehetőségei vannak a klubnak. Van bőven minőségi futballista, de csak jelzem, hogy azért, miközben Gyurcsó lövi el a labdát, azért bőven van még kinek bekerülni a magyar különítményből. Még nem beszéltem Nagy Zsoltról, aki a Puskás Akadémiától jött, Szekeres Adriántól ugyancsak, ott van Fejes, aki ugye az MTK-nál volt kölcsönjátékos. Pastore közben. Szabali. Brácsit ültette le Szabali. Fölnézhet középre. Azonban talpon maradt Juhász Roland, és így ki tudta rúgni a labdát. Santom, a második párizsi gólszerzője, ugyanott jár, honnan a gólját rúgta, csak most nem engedik a fehérváriak. Christophe Jallet. És Les volt. Azt majd megbeszélik a franciák egymás között, hogy ki volt Lesen. A lényeg, hogy következhet a Videóton együttese. Mind a ketten egyébként, de a lényeg, hogy jó ítélet született. Calatayud tehát új riválist kapott Horváth Tamás személyében. Nem volt kérdés az előző évben, de tulajdonképpen ugye előtte sem, hogy Tuivel a második számú kapus. Tehát ha valami kapusposzton biztos volt, akkor az, hogy Tuivel lesz a második. Közben figyeljük azért a Paris Saint-Germain. Pastore szépen veszi vissza, és aztán egy jó blokk. Ez sikerült átfészelni. Na most már azért van kimaradt helyzete is a Paris Saint-Germainnek. Jallet. Lukasz külsővel. A beadás után föl a levegőbe. A labda. És Filipe Oliveira szeretné elvenni Pastorétól. Pastore mégis beadja. Egyik oldalról a másikra jut most a labda. Aztán a lövés messziről kap egy blokkot. Lukasz közelebbről is próbálkozhat. Ehelyett tovább teszi a labdát. És labda volt a becsúszásnál is szerencsére, pontosabban nem szerencsére, hanem dicsérve Vinícius-t, aki úgy dobta el magát, hogy az utolsó ütemet még elcsípte, amikor ezt szabályosan el lehetett rúgni. Nézzük meg még egyszer.
Hát nem látom egész tisztán, de nyilván a labdát is eltalálta. Gyanítom, hogy közben lábat is, de szöglet jön. Stopira fejelt bele egyet, csak nem ment elég messzire a labda. Most már elég messzire ment. Nem volt jó ez a Vahebek ollózás. Vannak még mindig hiányzói a fehérváriaknak. Például ott van Arturo Álvarez, aki nem tudott a csapattal elutazni a lőbeni edzőtáborba. Még egy utólagos orvosi kontrollvizsgálaton kellett részt vennie. És hát vannak olyan futballistái a videótonnak, akik Sóstói stadionban folytatták a felkészülést, és nem mentek el az edzőtáborba. Ilyen általam örök cserekapusként emlegetett Tomás Tuivel, Parayba, Mamadou, Vitor Gomes és Lupeta. Nildót ugye Portugáliába eladta már a videóton, Zéluisnak lejárt a kölcsönszerződése, úgyhogy megy vissza a Bragába. Így áll tehát a csapat. Bucsa Győző azt mondta, hogy ennek a hétnek a végére, tehát a világbajnokság végére szeretné a keretet véglegesíteni. Maga az edzőtábor egyébként véget ért már, tehát ez a bizonyos 12 nap, amit említettem, két edzőmérkőzéssel gazdagítva, ez lement. Ezen a héten csütörtökön és pénteken már otthon edzett a csapat, és ez egy ilyen megyünk-jövünk egynapos túra, a határon túra. Tulajdonképpen szigorú értelemben véve már nem része az edzőtábornak. Clément Chantom, Lucas, Pastore. Nagyon jó érzékelt teszi be a labdákat Pastore oda a fehérvári védelembe. Itt viszont jön a versenyfutás. Nikolicsnak meg lesz ez a labda. Lassan azt kéne csak figyelni, hogy van-e más is még a környéken. Filipe Oliveira, majd Stopira. Átlátható volt a labdája, Kamara szerelt. És indul a jobb oldal. Vahebek kapja. Stopira szépen haza, miután Juhász elvette a labdát Ongendától. Ez is pontos. Jurcsó. Kovács elé szánja. Kovács nagyon jól kezdte a mérkőzést. Mostanában kicsivel kevesebb labda van már nála. Azt megígérte, hogy így lesz, de hát így is volt már a sérülése után, hogy nem fogja kevésbé felvállalni majd a test-test elleni párharcokat. Kovács, akit arról kérdeztek, hogy látja, mennyire esett vissza a teljesítménye a kulcsontörése után. Ő maga azt mondta, hogy igazából a tavalyi szezonban túl sok volt az ígérgetés, úgyhogy ő semmit nem szeretne ígérni, csak lépésről lépésre haladni előre. Nyilván ez saját magára és a csapatra is vonatkozik. Stopira megelőző szerelése csak átmeneti megoldást nyújtott, hiszen marad a labda a PSG-nél. Pastore. Újabb megelőzés ezúttal Vinícius. De mennie kell visszafelé, mert Zsali már oda teszi a labdát. És Juhász tartotta megint csak a lépést Vahebekkel. Nem hagyta, hogy a szélső megelőzze. Kamaráik megint elő vannak, Karatajud nem jön. Stopirát is picit meglökték, az viszont talpalás gyanús volt, mikor Sándor kiemelte, ennek ellenére tovább megy a játék. Angenda már nincs is nála. Stopira dobhat. Pastore. Lukasz tette vissza, és megint sikerült belelépni a lövésbe. Bedobás következik. Itt van Trebotic.
aki 4 évre írt alá. Ebből is látszik, hogy neki is és a klubnak is hosszú távú tervei vannak. Burcsa Győző azt is elmondta, hogy rendelkezik azokkal a horvát erényekkel, amelyek azon a szinten tartják a horvát focit, ahol jelenleg is van. És ezért is szerették volna őt szerződtetni. Caneira és Szolnoki, egyelőre csupán melegít a két védő, itt pedig Kario Mester, és hát természetesen érdemes ezt majd egy pár mondatot beszélni az új másodedzőről, aki a Lombard igaz idéglenes, de mégiscsak vezetőedzői pozícióját hagyta ott. Nagy Mihályról van szó. Burcsa Győző kedvéért hagyta ott a Lombardot, akivel 20 éve ismerik egymást még Sopronból, tehát tudják, hogy képesek együtt dolgozni. Nagy Mihály elsősorban utánpótlás szakember hírében áll a Lombardnál, és ugye annak a korosztálynak, vagy a fiataloknak egészen pontosan a munkáját irányította, azt mondja magáról, hogy nagyon-nagyon szigorú a fiatalokkal szemben, de hogyha kijön belőlük a munka, akkor nagyon jó viszonyban is keveredik velük. És hát annyi kötődése is van Nagy Mihálynak a fehérváriakhoz, hogy amikor az NB1-ben játszott Siófokon, akkor több korábbi fehérvárival és együtt játszott Tíber Lászlóval például. Egy apró szabálytalanság. Kovács alig győzte elhúzni a lábát, Trebotics közben már, aki kifelé fordul. Sándor. Stopira. Nikolic igyekszik megtartani. Nagyszerű sarkazásra sikerült is. Sándor. Nikolic kérné vissza. Kérdés, hogy itt ki van elől. Nikolic már a felezőnél van kicsit lemaradva. Gyurcsó kapja Kovács Istvántól. Gyurcsó le a vonal felé, és egy nagy védés. Nikolá Dusevszki kellett, hogy lábbal lenyúljon Gyurcsó labdájára. Oliveira kérte a másik oldalon, de a cser után Gyurcsó inkább ellőtte. Meghúzta a cselt Szabali mellett, és volt egy pici területe. 10 perc a hátralévő idő egyébként. Csere korlátlanul van, ebben egyeztek meg a csapatok, akár oda-vissza, tehát lecserélt játékos is visszamehet, mint ahogy ezt alkalmazta is már az első edzőmérkőzésén Carillo. Hiszen több formációt is ki akar próbálni, több játékos, több poszton is szerepeltetni. Fejes például volt, hogy balhátvédőt játszott, aztán később már Juhász mellett belső védőt. Azt hiszem, hogy az ilyen jellegű változtatások elsősorban majd a második félidőre maradnak. Brácsi akasztotta közben Lukászt. Nikolicsot rendezgetik, de Juhásznak is van még észrevenni valója, hogy hol nincs ember. Kalátaidnak alig, hanem a kapura lövése is fel kell készülnie. Inkább beadás jön, és egy fejes, ami mellé száll. Méghozzá ezek szerint fehérvári fejről, hiszen ott maradnak a csapatok a kapunál. Sándor György fejelt bele. Belülről megint Nikolicsnak szólnak, hogy hova helyezkedjen a csatár. 37. perc már, és ez most már kirúgás lesz. Az Ausztriában edzőtáborozó keret szavazott arról, hogy ki legyen a csapatkapitány a következő szezonban. Joan Carillo úgy döntött, hogy ezt a játékosokra bízza teljes egészében. A legtöbb szavazatot Sándor György kapta. Említettem, hogy ő nem először csapatkapitány már.
de azt mondta, hogy van egy csapatkapitányi tím, aminek Juhász Roland és Márko Kaneira is tagja. Lukasz még közelebb jön, aztán elé álltak. Kalatajudnál a lövése. Vinicius. Brácsi kapja. És nagyon szeretné, hogyha többen mozognának. Csak Gyurcsó lépdelt ott a vonal mellett visszafelé. Így ő kapta meg a labdát. És bár vannak olyan szakaszai a meccsnek, ahol valóban többet birtokolja a Paris Saint-Germain a labdát, de összességében, amitől Sándor György tartott, hogy itt főleg a védekezést fogják gyakorolni, erről szerencsére szó nincsen. Még mindig jóval több helyzete volt a Videótonnak. Az elején ugye gyors gólváltás, és aztán az újabb fehérvári vezetőgólra is volt már válasza Paris Saint-Germainnek, miközben összességében azért a csapatok távolabb kerültek a kapuktól. És több a mezőny játéka első félidő második felében. Mivel letámadásnak nyomát nem lehet látni, így az embernek az az érzés, hogy akár a 90. percig elgurigázna hátul Vinicius és Juhász Roland. És ha még nincs jobb ötlet, addig lényegében ez is történik. Most Rebotic lép közelebb. Kap egy körönpassz Viniciustól, hát ő majd föl tudja hozni a labdát. Kovács! Szép indítás külsővel. Brácsi osonkodott a vonal mellett. Jó kis beadás, és ott a gól! Nikolicsnak összejött a második. 3-2 a Videótonnak. Ez igazi türelmes játék volt. Tartogatta a Vidi vagy egy percen keresztül. Aztán Kovács ritmust váltott. Brácsi cöktette. Remek beadás. És Nikolics a befejező ember. 3 meccsen 4 gólnál tart a felkészülési időszakban ezzel Nikolics. És ünnepli a gólját, ahogyan azt el is mondta, hogy ő még edzésen is ezt megteszi, mert ebből jön az önbizalom. A csapat honlapján vele készült interjúban arról is mesélt, hogy igazából minden lőtt gól nagy élmény a számára, és minden gólt nagyon megbecsül, mert ez ad neki önbizalmat majd a komoly tétmeccsekre. Hát egy finom kis dupla a Paris Saint-Germain ellen az adhat önbizalmat majd az első bajnoki összecsapásra. Megvan már a sorsolás 2014. augusztus 9-én. Nem, bocsánat, ez a Magyar Kupa lesz. Mindjárt mondom majd, hogy hogy kezd a Videóton. Igen, ez lesz a Lombard elleni mérkőzés július 26-án. Amit mondtam, az a Magyar Kupa első forduló, ahol ugye az új lebonyolítás értelmében az első osztályi csapatoknak játszani kell. Korábban ilyen harmadik körben kapcsolódtak be, illetve a nemzetközi szereplők a negyedikben. Hát most ez már nincs így, úgyhogy fehérváriak majd valahol idegenben alacsonyabb osztályi együttes ellen kezdenek augusztus elején, közepén. De mondom, az első bajnoki júli 26 szombat, 18:30 Sóstói stadion. Miközben az ősz rangadókkal teli lesz a Fehérvár számára. Győr, MTK, Újpest, Diósgyőr, Debrecen, Honvéd. Közben fölé a lövés. Ezzel búcsúztatják majd a régi stadiont, hiszen 2016-ra elkészül majd az új aréna. A kaput elkerülő lövések 6, illetve 5. Jobb a Videóton e tekintetben is. Pastore.
Jó ütembe jött a labda, csak hogy nagyon figyelt Stopira. Mi pedig figyeljük Kovácsot, aki megindul. Megvannak a keresztmozgások. Filipe Oliveira nyitottabb területet. Szép labda, lekészítés. Nagyon nagyot focizik egyébként a videóton. Kedvükre labdázgatnak, aztán Gyurcsó lövése már középre megy. Ushez hárította. Kimondottan szép támadásokat szőnek a fehérváriak. De most figyelniük kell hátul is. Vinicius egyelőre behátrál, onnan éles a szög. Vinicius nem is hagyta, hogy eljöjjön a lövés, Bahebek. Itt van még egyszer ez az akció. Már kijebb tette Kovács. Nem volt annyira középen, mint onnan ő maga talán egyen hamarabb előhette volna, de szépen gurigáztak. És Gyurcsónak ez volt a második kapura lövése, aminél Ducheznek hárítania kellett. Most 2 perccel a szünet előtt. Megint párizsi szög lett. És ebből megint majdnem gond lett. Stopira mentett a gólvonal környékéről. Kovács igyekszik kihozni a labdát. És utoljára Rabiot érintette. Stopira dobhat. Ők sem voltak attól messze, hogy kijussanak a világbajnokságra. Az 5-foki szigetek csapata Tunéziával játszott, de egy játékos jogosulatlan szereplése miatt a megnyert meccset végül is Tunéziának adták. Itt volt még egy komoly esély arra, hogy NB1-es játékos lássunk Brazíliában. Rossz indítás. Itt pedig a jókedv kulcsa, Carillo. Nikolic azt mondta, hogy nagyon bíznak benne, követik, hiszen főleg neki köszönhető a jó hangulat, és hogy megvan a kölcsönös tisztelet is. Ezt is a játékosok között. Lent marad a zászló, itt az újabb lehetőség, és mellé vágta Filipe Oliveira. Hát akkor mondjuk ki, hogy a Paris Saint-Germain nagyon boldog lehet, hogy csak egy gólos hátrányban megy be a szünetben, hiszen ha csak a nagy-nagy helyzeteket nézzük, akkor ugye ilyenből volt már egy Nikolicsnak is szemben a kapussal. Kovács labdája is épp hogy mellé ment, és még sorolhatnám, úgyhogy egyelőre a játékkal, a helyzetek kialakításával nincs gond, de tulajdonképpen az értékesítésével sem. Azért ne panaszkodjunk egy BL negyeddöntős csapat ellen, egy fél idő alatt 3 gólnál tart. Hát ha úgy tetszik, akkor Carillo most az eredeti posztján is megnézte őt a középpályán, tehát Szolnoki is elképzelhető, hogy nem Brácsi helyére érkezett. Aztán ami a védelmet illeti, Brácsi Juhász Canera Stopira és Brácsi Juhász Vinicius Stopira összeállításban is megnézte a csapatát a Jablanac ellen Joan Carillo, úgyhogy e pillanatban csak az a biztos, legalábbis ha jól látom, hogy Vinicius helyére érkezett Canera a védelembe, hiszen Stopirát, mint ha láttam volna, igen, ő ott van a vonal mellett, ez itt éppenséggel Juhász Roland indítása, úgyhogy ha jól látom, akkor Vinicius helyett állt be a csapatba Canera, és Brácsi helyére pedig Szolnoki, tehát tulajdonképpen egy másik klasszikusnak mondta, a 4-es áll össze az együttesben Szolnokival, Canerával, Juhásszal és Stopirával hátul. Ez tehát a változás, illetve az, hogy ugye Kleinheisler pályára lépett, mint láthattuk, és ha minden igaz, akkor a túloldalon Filipe Oliveira helyett áll majd be, hiszen ugye Gyurcsó játszott a jobb oldalon, Filipe Oliveira többnyire a balon, és a portugál az, aki nem jött ki. Úgyhogy egyelőre akkor könyveljünk el 2 változást a védelemben, és egyet a mondjuk támadó középpályán. Stopirát ugrasztotta meg ellenfele. Bahebek cselezget, de aztán csak visszafelé tudta tenni a labdát. Ez pedig Les Pastore. És valóban egy ütemmel később kapta. Kiléptek a védők, Canera és Juhász. Rebotic.
Gyurcsó csak épp, hogy hozzá tudott már fejjel érni a labdához, és Kamara teszi hátra, aki egyébként külön kiemelte a Paris Saint-Germain oldalán, hogy óriási nagy dolog a számára, hogy megkapta a csapatkapitányi karszalagot. Zumana Kamara azt mondta, hogy amióta ez ott van a kezén, azóta vagy a karján folyamatos büszkeséget érez miatta. Szabali teszi hátra a labdát, Clément Chantôme a második párizsi gólszerzője, Rabiot, vagy Lucas indul el. Jalé, Szopira mellett emeli tovább, majd kapná vissza, csak mindezt röviden kapta. Kleinheisler. Szopira. Szép labda kihozatal. Kovács nem tudta tovább tenni a labdát. Lukás. Lucas Moura még a saját játékosát is ügyel bajjal kikerüli, aztán talpon marad, és még mindig ő megy a labdáért, de ezt már nem fogja elérni. Lucas arról beszélt, hogy szeretné a saját történelmét Párizsban vastagon szedve megírni, vagyis nem akar sehova elmenni, hanem minél több trófát nyerni a Paris Saint-Germain-nel, és minél több gólt szerezni, hiszen nagyon-nagyon jól érzi magát Párizsban. Közben Nikolic megvárja Szolnokit a labdával, felperdülő beadás, és onnan most már sikerül eltakarítani, úgyis, hogy Szolnoki odalépett. Itt van a belépője Szolnokinak újra. Kudarcként értékelte az előző szezont Szolnoki. Nyilván kezdődött a kudarcot, hogy kiestek az Európa Ligából. Aztán volt kifelé pattanós időszak, és a tavasszal sem tudtak felszabadultan játszani. Pedig, ahogy mondja, ők Magyarország legjobb klubja, és mégsem lehetnek büszkék a teljesítményükre. Aztán Szolnoki beszámolt róla, hogy a nyáron a családjával egy hétre el tudott menni pihenni Horvátországban. Nagyjából ennyi volt a kikapcsolódás, onnan nézték a világbajnokságot is. Majd cáfolta azokat az értesüléseket, mely szerint ezen a nyáron lejárna a szerződése. Másfél évig köti még kontraktus a Vidihez, és mivel gyerekkor óta itt játszik, annyira kötődik a klubhoz, hogyha rajta múlik, akkor hosszú távon marad is. A képen látható Szolnoki, aki rövid idő alatt másodszor szabálytalankodott. Chantôme labdája találja meg Szabalit. Megint Chantôme. Pastore. Azért nem megy ördöngős tempót a Paris Saint-Germain, sem maradjunk annyiban. De hogyan Carrillo elmondta a videóton játékosokról, hogy persze, hogy fáradtak, a PSG is kemény edzőtábor kellős közepén van. Pastore kapcsolódik be az akcióba és veszi vissza a labdát. Pastore egyenlít. Harmadszor is a Paris Saint-Germain felzárkózik a Videóton mellé a gólok számát tekintve. Mindháromszor a Videóton vezetett, és eddig minden alkalommal egyenlíteni is tudott a Paris Saint-Germain. Pastore itt egyedül volt, de még nem lövő helyzetben. Szolnoki mellett megigazította a labdát, Canayra pedig arra várt talán, hogy majd belevezeti Pastore. Nem tett egy lépést az argentin felé. És itt pont megvolt az a hely, ahol el lehetett lőni a labdát. Szépen vissza is húzta. 3-3. Hát akkor megint a Videótonon a sor. És mielőtt még bárki azt gondolta, hogy a 30 éves nosztalgia jegyében megint sikerül egy 4-2-es meccset játszani a Vidinek, ez a szünetben benne volt, de ez most már biztos, hogy nem lesz így. Pastore megtartotta a labdát, aztán Ongendának adja. Ongenda vissza Lukasznak. Bahebek, és szabálytalan Szolnokival. Abban a Paris Saint-Germainben,
azért voltak bőven nagy nevek, gondoljunk Fernándezre, a Susicra, akit említettem, illetve Rostóra, ugye csereként azért rendszerint pályára lépett a francia válogatottban, ugye itt egy Európa-bajnok csapatról van szó. A túloldalon, a kinti mérkőzésen diszlált a kapuban Vasil, Navac, Csuhai, Horváth, Vég, Csongrádi, Burcsa, Vadász, Májér, Szabó összeállításban játszott akkor az együttes. És a visszavágón, illetve visszavágókon, hiszen 2-0-ás fehérvári vezetésnél az első mérkőzés a nagy köd miatt félbeszakadt a 67. percben. Másnap kellett újra lejátszani, 2-0-nál előről kellett kezdeni, ugye ma már ez nem így volna. Hát Spanyolországban láttunk olyat, hogy kevesebb mint 10 percért kimentek a csapatok, sőt ugye a Real még gólt is tudott ennyi idő alatt szerezni. Hát ott 67 perc alatt 2-0-ra ment a videótól, majd kezdték erről az egészet, de másnap is kiment ugyanaz a 25 ezer néző, és a videóton másnap is legyőzte Maier góljával a Paris Saint-Germaint, és így ment tovább végül is 5-2-es összesítéssel, kettős győzelemmel. Ugye annak az együttesnek és mennyi az összefüggés, az összefonódás. Kovács Ferenc volt a vezetőedzője, aki most a klub tiszteletbeli elnöke. Az együttesnek pedig természetesen tagja volt Burcsa Győző, méghozzá mind a három mérkőzésen, aki e pillanatban a szakmáért felel. Melegítenek a párizsiak, és kell is, hogy bizonyítsanak, mert aztán majd David Luizék megérkeznek, és akkor kicsivel kevesebb kiadó hely lesz a kezdőcsapatban. Laurent Blanc nyilatkozott is nemrégiben arról, hogy mit vár David Luiztól. Azt mondta, hogy ez volt az elsődleges célunk, hogy őt megszerezzük, hiszen a legmagasabb szinten is nagy tapasztalattal rendelkezik. Bajnokok ligája győztes, és tagja persze a brazil csapatnak, tehát ez mind játék minőségben, mind a kollektíva szempontjából óriási nagy előrelépés lesz majd. Arról is született már a párizsiaknál megállapodás, hogy egészen pontosan mikor játszik majd először a felkészülési időszakban Zlatan Ibrahimovic. Július 18-án Lipcsében lép majd fel a Paris Saint-Germain, és akkor minimum egy fél időt Laurent Blanc ad majd a svéd csatárnak. Augusten érkezik közben, és akkor a fiatalok is szépen elkezdenek érkezni. Nicolas Duchez, a kapus, aki egyébként ugye Sirigu-vel együtt harcol mondjuk, vagy harcolt az előző évben az első számú kapus pozícióért, szóval Duchez azt mondta, hogy azért is nagyon jó ez az edzőtábor, mert lehet, hogy a legjobbjaink nincsenek itt, de nagyon sokat jelent az, hogyha a fiatalok is közel kerülnek az első csapat gerincéhez, és itt most ez zajlik. Calatayudnak kell közben ütnie a labdát, mert hogy fogni nem merte. Kellemetlenül pattan meg Angenda lövése előtte. Elengedni nem merte, nagyon a kapufa környékére jött volna a labda. És így lesz szöglet. Közben Lukás ugye, akit le kellett cserélni, ott bicegett a kapu mögött. Márkinyos is Augustin egymás mellett. Sándornak van most védekező feladata. Augustin hátra tudta tenni a labdát, Zsalé pedig szerel. Kleinheisler elől tette ki a labdát. Kleinheislernek is kimaradt az utolsó, majdnem két hónap a bajnokságból egy sérülés, illetve egy betegség miatt. Neki is, Kovácsnak is és a többieknek is, tehát most lehet majd építkezni ismételten. Jön a Paris Saint-Germain, Pastore bal lábbal. Nem volt nehéz dolga Calatayudnak. Azt minden videótani játékos elmondta az elmúlt hetekben, hogy rengeteg törleszteni valóik van a szurkolókkal szemben. Ezt a kifejezést éppenséggel Nemanja Nikolic használta.
miközben Joan Carillo türelmet kért a szurkolóktól, és azt mondta, hogy ha meg lesz a türelem, akkor higgyék el, hogyha a csapat mögött állnak mindeközben, akkor hozzák majd az eredményeket is. Szabali beadása nem tűnik rossznak. Óriási látványos lökés volt, sajnos erre nem lehetett nem befújni a büntetőt. Bahebek érkezett. Pont a fejére jött a labda, és ott van bal kézzel Juhász Roland, hogy kitolja a labda alól. És hogyha nem kap semmilyen lapot Juhász Roland, azt főleg, hogy nem a pirosabbikat, azt külön meg lehet köszönni. Az lövi, aki kiharcolta, Bahebek, és először vezet a Paris Saint-Germain, 58. perc. 4-3 a franciáknak, Jean-Christophe Bahebek a gólszerző. Egy esztendős játékosról van szó. 2007 óta nevelkedik a Paris Saint-Germainnél, ugyan kétszer kölcsön adták, de ebben az évben abban reménykedik, hogy a Valenciennben nyújtott produkciójának köszönhetően most lesz majd a csapatban. Végig egyébként francia utánpótlás válogatott volt, miközben a Middleton is szeretne egy büntetőt rúgni. Nikolic ült le. Rebotic. Sándor György. Szólnak ki. Gyurcsó. Kovács próbál itt most váltani. Picit hosszan tolta, aztán már meg a labdát. Belevezette a franciákba Gyurcsó, és igyekszik zavarni a labda kihozatalt. Zsalé, és kapja vissza a jobb hátvéd. Szabali, Rabiot, Chantom, és Carillót láthattuk még egyszer. Kiemelte egyébként, hogy nagyon jól érzi magát Székesfehérváron és Magyarországon, és nagyon jó, hogy érzik, hogy meg is becsülik a munkáját. Szóval kifejeli közben ki a labdát. Ami érdekes volt, mikor az elsődleges céljáról kérdezték az új vezetőedzőt, az az, hogy egyszerűen tudatosítani kell a játékosokról, hogy mit jelent a vidiben játszani, és hogy az edzéseken és a meccseken hogy kell 100%-ot hozni, mondja Carillo, aki tényleg 3 éve került ide, de már most nagyon úgy tűnik, hogy átérezte a klub jelentőségét, és átvette annak szellemiségét. A kiválasztás kapcsán Burcsa Győző még annyit mondott el, hogy azért ennek a csapatnak, vagy inkább keretnek az alapjait még Paulo Sousa tette le egy olyan játékstílus alapján, amit ő elképzelt. Ha olyan edzőt hoztak volna, aki ezt az egészet új alapokra akarja helyezni, arra nagyon sok játékos ráment volna, és túl sok lett volna az eladott, illetve vásárolt, vagy vásárolandó játékos. Úgyhogy olyan szakembert kellett találni, aki ismeri a keretet, és az apró változtatások mellett azért nagyjából ezekkel a futballistákkal tud együtt dolgozni, és ezért döntött Joan Carillo mellett. Augustin tovább a labdát, Jalébe középre. Pastore. Agresszív labdaszerzés, Klein helyzetre, aztán visszavették. Pastore böki tovább, Augustin. Már nincs nála. Stopira. És kirúgta. Csere következik, bemutatkozik a marokkói utánpótlás válogatott. Friss igazolás, Sufian Chakla érkezik, egy 20 éves futbalista, védőjátékos, a Betis és a Malaga futbalistája volt, a második csapatában játszott az imént említett spanyol kluboknak. Kenitrában született 1993. szeptember 2-án.
többszörös 21-es válogatott. Közben a másik oldal is cserél, és Bambok érkezik az együttesbe, mármint a Paris Saint-Germainbe majd. Mi pedig figyelhetjük, hogy Sofian Chakla kit vált majd a videótomban. Chakla számára egyébként a videóton kapus edzője volt ismerős, aki sokat beszélt már neki a Vidiről. És amióta kiderült, hogy igazol, azt mondta, hogy a Facebookon is utána nézett a csapatnak, meg mindenhol máshol, ahol ez lehetséges. Kapott egy szerződést és egy lehetőséget, amivel azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretne élni, hiszen adott az összes feltétel. Mindenképpen csökkent az iram a második félidőre. Flash. Bahebek, aki kiharcolt és belőtt egy büntetőt. Most ő helyezkedett le sem. Ami az átigazolási politikát illeti, Purcsa Győző azt szeretné, hogyha olyan futballisták kerülnének Fehérvárra, akik hosszú távon és kimondottan a csapat gerincét építhetik, tehát nem perem-embereket akar hozni, akik fiatalok, ambiciózusak és van első osztályi rutinjuk. Ez volt ez a három fő feltétel. Ennek megfelelően került a csapathoz Horváth Tamás kapus. Közben nézzük az újabb francia lehetőséget. Mellé a lövés, Bahebek. Szóval Horváth Tamás kapus és Dinko Trebotic, akiről már sokat beszéltem. A magyar külföldi arányt is felvetették Burcsa Győzőnek, aki hát megerősítette, amit mindenki mindig elmond, hogy az azonos képességű külföldi játékosok sokkal olcsóbbak, mint a magyarok. De tulajdonképpen a videóton tele van magyar futballistákkal, lehetne egy nagyon jó kis magyar kezdőcsapatot kiállítani, vagy majdnem ki lehetne állítani, maradjunk inkább ennyiben. Hát tulajdonképpen nem is igazolni kell, hanem csak építgetni azokat, akik már ott vannak. 65. perc, Christophe Jallet lábán a labda. 4-3-as Paris Saint-Germain vezetése meccsen. Először vannak előnyben a franciák ennél az állásnál. Rabiot tette oldalra, majd kapja vissza a labdát. És Kleinheisler volt nála sokkal agresszívabb. Zoumana Camara. Összesen kétszer szabálytalankodtak a franciák, több mint egy óra elteltével. Xavi. Szabalinak forgatják át a labdát. Kilevette Gyurcsónak, szól, aki most már... Kamara megoldotta még a földön fekve is. A meccsnek ebben az időszakában nem igazán van a labda a videótonnál. Mit nem adnánk akár egyetlen olyan helyzetért, amelyből az első félidőben a gólok mellett volt még vagy három. Kalata üdlét a labdáért. Kivárja. Inkább hátrafelé ment most a labda. Szolnoki. Kovács. Jó indítás. Gyurcsó most lendületet vehet. Kamara igyekszik ott mellette, de hát csak végignézte Kamara, amint Gyurcsó kivezeti a pályáról a labdát. Ami Gyurcsót illeti, a világbajnokságon
Portugáliának és Brazíliának szorított, hogy elmondta, és egy brazil-portugál döntőt szeretett volna. Ez nem jött össze. Ugyanakkor Gyurcsó is nagyon hasonlót mondott ahhoz, mint amit a többiek is említettek, és én is idéztem már tőlük, hogy ennél csak jobb szezon következhet, mint ami mögöttük van. Egy kicsit hiányolt, hogy kevés játék lehetőséget kapott, pontosabban hiányolt, hogy nem kapott eleget. És azt mondta, hogy bár mindig arra törekedett, hogy azt a keveset kihasználja, de hát nem voltak feltétlenül jó meccsei. Annak ellenére, hogy például a válogatottban folyamatosan megkapta a meghívót. Sándor György közben labdát vesz itt. És ebből majdnem volt kap a videóton, majdnem az két részletből áll össze, hiszen Rabiot ismétlése is legalább annyira veszélyes volt, mint az első lövés. Itt még Baebek, és aztán Rabiot egy picit a lábát is féltve. Marad a 4-3, és marad némi zavar hátul, most gondja van a labda kihozatallal a fehérvári csapatnak. Szabalihoz pattant, Kamara. Rabiot elég pontatlanul, el is adták ezzel a labdát. Christophe Jallet futtatta meg. Kleinheisler a bedobást követően, Sándor György, Gyurcsó. Ha ő itt van, akkor ki van a jobb oldalon, Szolnoki zárkózik. Caneira. Mögé ment a passz Gyurcsónak. Szabali tovább, és aztán kapja Ongendától. Kamara. Salé. És ahogy jön az első félidő végetáján, akkor persze még fehérvári vezetésnél ellabdázgatott Juhász és Vinícius, most hasonló percek telnek el a francia védők között, ők is csak labdázgatnak, Pastore. Kleinheiser ragad rá, mégis ki tudta dobni Pastore Jallénak. Jallé még egyel tovább, Augustin középre. Sikerült kivágni. 14-es meszt kapott a marokkói utánpótlás válogatott az új ember, Sákla. És ha jól látom, akkor az átszervezés úgy nézett ki, hogy Marco Caneira ment egyel előrébb, tehát Trebotic helyén ő játszik most Sándor mellett a középpályán, a védelemben pedig Juhász Roland mellett újabb ember. Azon a poszton most már a harmadik, Vinicius és Caneira után ezúttal Sákla is ott játszik. Cserél Laurent Blanc, az elnök úr. Érkezik Presnel Kimpembe a pályára 28-assal. Jönnek tehát azok a fiatalok Dumbiával kiegészülve, akikről Nicola Duché beszélt, hogy össze kell egyszerűen szokni, össze kell érni, ki kell alakulnia egyfajta köteléknek, egyfajta rezonanciának a keret tagjai között, legyen szó 34 éves vagy éppenséggel 18 éves futballistáról. És a VB évében nyilván a tinédzserek is sokkal több szerepet kapnak az a nyári edzőtáborban. Dumbia első labda érintése. Szolnok itt nem tudta megverni. Rabiot. Kovács ugott egyet oda. Kovácsnak is új a messzáma. Megkapta a tízest. Kleinheiser ért oda.
már a labdát rúgta el, de veszélyeztette ellenfelét, úgyhogy szabadrúgásra jöhetett a Paris Saint-Germain. Még mindig csak két szabálytalanságnál a párizsiak, csak hogy most már nem egy óra telt el, hanem lassan 72 perc, amikor utoljára ránéztünk erre a statisztikára. Bahebek. Dumbia hátrafelé. Ongenda. Egyre koszogósabb a Paris Saint-Germain. Ellabdázgatnak most már. Nem sok mozgás van náluk, de ennek ellenére viszonylag könnyen tartják a labdát. Marquinhos oldalra. A csapatkapitány egyébként Zoumana Camara beszélt még arról, amit Kovács is kiemelt, hogy minden edzőtábornál többet ér egy mérkőzés, ahol lehet élesben vagy fél élesben játszani. Camara még a Hartberg ellen 3-0-ra megnyert meccs után mondta, hogy ez az, ahogyan szépen lassan a versenyszellem ismét beléjük költözik. Egyrészt nagyon jó nyerni, jó érzés, és ezt az edzést nem tudja reprodukálni, másrészt pedig a meccset semmi nem pótolja. Csere, és lesz ebben visszacsere is. Filipe Oliveira lejött a szünetben, ugye Kleinheiser váltotta, de Oliveira, ha jól látom, most visszajön majd Jurcsó helyére a jobb oldalra. Legalábbis így tippelem. És jön Fejes is. Méghozzá ezek szerint bal hátvédnek, hiszen stopirát hívja le Carillo. Ugye Fejes kapcsán említettem, hogy volt olyan mérkőzés, ahol játszott bal hátvédet, majd belső védőt is. Az MTK-ban abszolút alapember volt, igazából nem volt rivális, amikor egészséges volt, ő volt a bal hátvéd a bajnoki meccseken. És Filipe Oliveira tér vissza. Ő próbálta beadni a labdát, nem, megfordították, Kleinheiser jött át a jobb oldalra, és Filipe Oliveira megint a balon játszik. Juhász szabálytalankodott, csak ilyen áron tudta elcsúsztatni a labdát. Volt egy meghívása Juhásznak, amikor egyszer nem az edzőtáborban ettek, hanem kimentek egy pizzériába. Nem egyedül állta a cechet, hanem Sándor Györgyel és Nikolics Nemánnyával együtt, hiszen a csapat megünnepelte őket. Sándor György csapatkapitánnyá választása, Nikolics a gólkirályi cím elnyerése, és Juhász Roland pedig 31. születésnapi alkalmából volt az ünnepelt listán. Szolnoki próbálták megkerülni, Dumbiát akadályozta szabálytalanul. Szolnokinek elég sok ilyen kis tüskéje van. Valóban oda taposott egyet. A háttérben Szekeres Adrián figyelte az eseményeket. A videótonál egyébként azt is elmondták, hogy elsősorban a klíma miatt választották az ausztriai edzőtábort, hogy ne legyen olyan nagyon meleg. Nyilván hasonló megfontolásból, meg persze a jó elszeparáltság miatt is jönnek nagyobb klubok is Ausztriába. De végül is Sákláról, az új szerzeményről. Sándor, és akkor Kanaira van már ott mellette. Kovács.
Felipe Oliveira. Nagyon várja a labdát. A többi társ is ott körülötte. Oliveira még húzott pár szépet. Kleinheisler. Megvan a csel. Blokkolták a lövését. Szerintem szöglet következik majd. Gyurcsó ugye nincs már ott a pályán, aki főleg az első percekben nagyon jól lődözte középre a labdákat. Majd rúgja más, miközben Kleinheisler lesz az. Hét szögletnél tart a videóton, 78. perc. Rövid oldalon sikerült érkezni, csak igazából irányítani már nem a labdát Sándornak. Kapuscsere. Zoran Blan meg akar nézni egy második számú, vagy inkább harmadik számú kapust is. Ezen a poszton is azért van verseny a franciáknál. Kapusedző Nicolas Deon, és Kusez mellett két fiatal embert hozott még el. Mike Magnant és Mori Diavot. Most előbbi az, aki beállhat. Pastore indította a franciák akcióját, és megint az argentinnél van a labda. Szépen hazán oda dobta, ha már a többiek rendületben voltak, és az oldalhálóban a lövés. Youssouf Sabaly. A franciáknak azért folyamatosan megvannak a lehetőségeik. A videóton játéka megváltozott a második félidőre. Gyakorlatilag veszélytelenné vált. Fes. A videótonnál még nem állt be a mezőnyjátékosok közül 88-assal Haraszti Zsolt, és 25-össel Nagy Zsolt, valamint 21-essel Szekeres Adrián. Nem tudom, hogy a végére Zsván Kárió terveze még cserét, de velük variálhat tovább. Illetve természetesen ott van még Horváth Tamás, aki ugyan elmondta, hogy Kaláta Jud az egész NB1 egyik legkiegyensúlyozottabb a védőkapusa, de nem igazolt volna Fehérvárra, hogyha nem hinne benne, hogy sikerül őt kiszorítani. Minden esetre a felkészülési mérkőzéseken, például a Jablonec ellen egy-egy fél időt kapott Karato Üdés Horvát. Az Allerheiglen ellen pedig Horvátot Pajovic váltotta. Ez lehet most a harmadik, az első olyan meccs, ahol egy kapus végigvédi felkészülési mérkőzést. Kovács és Kleinheisler közben a labda útja Szolnokitól Caneira kéri el. Ismét Szolnoki. Kleinheisler húzódik ki a vonal mellé, Kovács inkább befelé húz, de rossz az indítása. Visszaszerzi Kovács, és aztán elrúgják a bokáját. Ez egy kitűnő lehetőség. Van azért itt ballábas játékos, például Fejesre asszociálnék rögtön, aki az imént állt be. Ebből lehetne veszélyt teremteni.
Robert Manyánt látjuk, aki azt mutatja a sorsolban állóknak, hogy tényleg ragadjanak egymáshoz. Eddig még csak azt nem mutatták, hogy kirúgja majd. Na, jönzik a szabadrugást, Nikolic adta föl a kapusnak végül. Pont oda rúgta, ahol Manyán állt. A kapura lövések. 9-7 a Paris Saint-Germainnek. Összességében még mindig kiegyensúlyozottnak mondható. Kovácssal szemben megint egy szabálytalanság, pedig most kétszer is majdnem ritmus tudott váltani, és ezért is bosszankodik szerintem nagyon, mert most kétszer benne volt a játékában, hogy esetleg helyzetet tud teremteni magának vagy másoknak, de rögtön bedarálták. Ráadásul ez nagyon messze is van a kaputól, innen még egyből veszélyt sem lehet majd teremteni. Sőt, félpályánál volt gyakorlatilag. Pastore tovább, Filipe Oliveira tartotta a lépést, mellette Yusuf Sabalival. Pastore. Szigorúan egy lépés nem futott még Pastore a második félidőben. Most azonban ő szerel. Átvált Kocogóra, és aztán belelövi a labdát az előtte állóba. Reinheisler szépen leveszi, arrébb teszi a Párizsit, és indítja Fehérvár támadását. Szolnoki is már a másik térfélen. Nikolic fut be, Szolnoki inkább belerúg egy jó nagyot. Ezzel nem lehetett mit kezdeni. Reinheisler belépője miatt viszont nem maradt a földön Jean-Christophe Bahebek. És a játékvezető meg is állítja miatt a játékot. Itt az első bevetésen Sakla és Carillo. Lesz még itt nyilván munka bőven. Tegyük hozzá, hogy ugye Carillo nem is volt még vezetőedző. Illetve volt, de csak akkor, amikor eltiltás miatt a vezetőedzőt kellett helyettesítenie. Tehát hosszasan ilyen megbízása nem volt. Bár hozzáteszem, hogy edzőtáborban vezette már a szakmai munkát, hiszen amikor Paulo Sousa elment, és még mielőtt José Gomes érkezett volna, akkor a spanyolországi edzőtáborban ő vezette a gyakorlást. Szekeres Adrián is pályán közben, csak hogy meg ne feledkezzünk róla. És már akkor rebesgették, hogy esetleg maradhat ő a vezetőedző, de akkor még José Gomest Fehérvárra igazolták. Direkt meg is néztem, 2012. augusztusában volt egy Paulo Sousa eltiltása miatti meccs, amikor vezetőedzőként meccselt Carillo egy videóton Eger összecsapáson. Reinheisler. Csakra tette haza. Aztán már ő húzza meg a cselt, Szolnoki. Sándor is ment a labdáért, meg még Filipe Oliveira is üldözi. És fejes szerelt. A Gleisdorfi stadion a fehérvári szurkolók által keltett atmoszférában azért inkább úgy fest, hogy lehetne hazai pálya a Vidinek. Nyilván Párizsból kevesebben jöttek el, de az osztrák-magyar határ közelébe.
újabb fehérvári szabálytalanság, ezután Adrián Rabiot esett át Marco Caneira lábán. 3 perc van már csak hátra a mérkőzésből. Bambok. Elpasszolgatnak, különösebb nyomás nélkül, Ongenda teszi keresztbe. Pastore. Helyes fejelt el a labdát, nem a legjobb helyre, de hát ez sem volt közel sem tökéletes megoldás. Ervin Ongenda itt ki a pályáról, dobhat Oliveira. Oliveira arról beszélt, hogy a nyári szünetben nagyon fontos volt, hogy a gyermekeivel hazamehetett, és a nagyszülők is időt töltettek a gyerekekkel. És ő is külön megemlítette, hogy nem kis feladat lesz majd az szurkolók bizalmát visszaszerezni a következő szezonban. Természetesen Gyurcsóhoz hasonlóan Felipe Oliveira szurkolt nagyon a portugáloknak. Hiába. Dumbia. Szólnak ki mellett, tolja meg a labdát, aztán érkezik Szekeres határozott szabályos szereléssel. Szekeres a Puskás Akadémiánál volt kölcsönben, de többek között Uros Nikolicsot is visszahívták, hogy megnézzék őt az edzőtábor alatt, hogy milyen formában van. Ongenda. Érdekes, hogy persze tudom, és ezt elmondta Carillo is, hogy nyilván nem az eredmény az elsődleges, de főleg itt a második félidő második felében teljesen szabadon passzolgatott hátul a Paris Saint-Germain. Marcos Caneira, akiről ugye mondtam, hogy a csapatkapitányi team tagja, még ő mutatja a többieknek, hogy hát azért legyen már bennünk annyi, hogy a 90. percben egy gólos hátránynál legalább megpróbálunk letámadni. Nyilván a párizsiak másra sem számítanak, és másra sem appellálnak, mint erre, és amint kicsit kijebb jön a vidi, azonnal elindítanak egy támadást. Hát persze lehet mondani, hogy ezért nem jött kijebb a videóton, de ha fáradtan is, azért a Paris Saint-Germain ellené legalább lehet picit a letámadást gyakorolni még a legvégén. Persze nem most, mert már megvan a labda. Calatayud. Rossz indítás. Azok, akik az első félidőben vitték a csapatot, Nikolic a helyzeteivel, és hát persze főleg a góljaival, Kovács István, akinek voltak ritmusváltásai és jó labdái, Sándor György, aki a labdaszerzéseiből nagyon sokszor tudott első lépést tenni a támadásépítés érdekében, szóval akik az első félidei jó játékhoz nagyon sokat hozzátettek, azok a másodikban szinte kivétel nélkül teljesen eltűntek a mezőnyben. Caneira érdemes megfigyelni, mint védekező középpályás ott áll közében, és mutatja, hogy hát próbáljunk már meg a labda felé védekezni. De erre legközelebb majd edzésen lesz lehetőség, hiszen a találkozó véget ér. A második félidőben már csak a Paris Saint-Germain rúgott gólt, a Vidi 3-2-re vezetett a szünetben. Laurent Blanc várja Joan Carillo készfogását. Szóval a második félidőben már csak a franciák rúgtak gólt. A 4-3-as vereség ezzel együtt jó eredmény a milliárdos francia bajnok és BL negyeddöntős Paris Saint-Germain ellen, hogy aztán az első félidőből mit sikerül átmenteni, vagy az azt a játékot hogyan